Minden a szarvasmarháról és annak húsáról szólt szeptember utolsó szombatján a Bonyhádi önkormányzat tulajdonában levő Várajai gyermektáborban. Itt rendezett ugyanis családi napot két szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó egyesület. Ez a mai nap a marhahús ünnepéről szól. Két egyesület fogott össze. A Várajai családi napon az itthon még kevésbé elterjedt angol húsmarhák körül forgott szinte minden. Jelen pillanatban, ami marhahús kapunk, az azt lehet mondani teljes biztonsággal, hogy a javarész egy technológiai selejt, ami nem a hústípusú marhákból jön, hanem a tejtípusból, ami egy nagyon komoly dolog, nagyon értékelendő a hazai tejtermelés, de óhatatlanul azok az állatok arra lettek ki nemesítve, tenyészve, hogy nagy hozamú tejet adjanak, hogy ellássák a világnak az egyre szaporodó népességét jó minőségű tejjel. Erre alkalmasak, de valamit valamiért. A húsuk, az izmoltságuk az nem olyan megfelelő, hogy versenyképes legyen ezekkel a fajtákkal. Talán, és nem akarom bántani, de azt leszögezhetjük, hogy nem versenyképes ezekkel a fajtákkal. És sajnálatos módon a legtöbb állat lábon élve el is hagyja az országot. És erre szeretnénk változtatni, és erre szeretnénk felhívni a figyelmet, és ezért elsősorban sütünk különböző módon ezekből a fajtákból nagyon finom ételeket, meg átbeszéljük azokat az aktuális kérdéseket, hogy hogyan tudunk előrébb lépni. A sütés és főzés mellett természetesen a szakmai program sem maradhatott el, aminek során kiderült, hogy bár idehaza a köztudatban kevésbé elterjedtek a brit húsmarha fajták, bizony már évtizedek óta tenyésztik ezeknek az állatoknak bizonyos fajait idehaza. Talán a Hereford fajta érkezett be legelőször Magyarországra. Annak már 30-40 éves múltja is van. Sőt, azt követte az Aberdeen Angus. Az olyan 25-30 éve jelent meg először Magyarországon. A Galloway az egy ősi skót fajta, tekinthető talán az Aberdeen Angus ősének is, és a legfiatalabb, az korábban is a legfiatalabb, az mindössze 5 éve érkezett Magyarországra, de ez a fajta mindösszesen 100 évre tekint vissza, ez ausztrál típusú húsmarha, ez a Murray Grey, talán jól ejtem, egy Murray nevű folyó környékén alakult ki ez a fajta, és nagyon, nagyon komoly tenyészértékeket mutat, és ami nagyon fontos szempont, ugyan most hűvös az idő, de általában nagyon szélsőséges meleg nyarak vannak Magyarországon, és ez a fajta nagyon jól alkalmazkodik a szélsőséges időjáráshoz, elsősorban a meleghez. Bonyhádon nagy hagyománya van a szarvasmarha tenyésztésnek. Az innen származó úgynevezett piros tarka ugyanis kiváló tejelő állat és hústermelő is egyben. Nem véletlen tehát, hogy éppen a Völcségi Város gyermektábora adott otthont a szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó családi és szakmai napnak. Igaz, itt most más fajták voltak a főszerepben. Magyar tarkának is van már hús típusú változata. Ez mind a kettő fajtáért lehet érvelni, és mind a kettő kiváló. Ez abban különbözik, hogy talán a hús minősége, illetve a különböző alkalmazkodó képessége a környezethez magasabb és kiemelkedőbb, mint az előbb említett két hazai fajtának. Nem véletlen, hogy ezek a fajták terjedtek el a világon a legjobban, mint a Hereford és az Aberdeen Angus. És a Murray Grey követi most ugyanezt a tendenciát, mert bárhova helyezzük le a világon, legyen ez Ausztrália, Dél-Amerika, Észak-Amerika, Afrika vagy Európa bármely része, ott nagyon jól alkalmazkodik, tehát az alkalmazkodó képessége jó. Bár a koronavírus járvány gyakorlatilag a gazdaság minden szegmensében visszaesést hozott, a hazai szarvasmarha tenyésztést ez a válság kevésbé érinti súlyosan, mint például a turizmust. Hál' Istennek vidéken élő emberekről van szó, szóval egészségesek, jó immunrendszerrel rendelkeznek. Nem bevásárlóközpontokba járunk dolgozni, hanem ki a legelőre, a természetbe. Az emberi kontaktok távolságtartóak, illetve viszonylag ritkák. Az állatok nem hordozzák ezt a betegséget, így mi sem adjuk át nekik, ők sem adják át nekünk, tehát ebből a szempontból szerencsénk van.